Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. Egy gombatermesztéssel kapcsolatos videósorozatot fogok most elindítani, és ebbe szeretnék mindenkit meginvitálni, aki szeretne foglalkozni a gombával, és saját magának szeretné megtermeszteni a gombát, saját része természetesen, vagy netalántán esetleg eladásra is. A nevem Cseh Barabás, és mindenkit üdvözlök a Barney's Lifestyle csatornáján, és hogy ha érdekelnek ezek a témák, akkor légy szíves, iratkozzál fel, és természetesen dobj egy lájkot, és hozom a hasonló ugyanilyen tartalmakat. Nos, kezdjük a legelején. Ugye a gombák erdőben élnek, mezőn élnek. Ismerjük őket. Több ezer fajuk van, akár millió mennyiségben is vannak a fajok. Amiből körülbelül csak egy olyan pár százezer faj az, ami ismert. De én, mivel nem vagyok szakember, nem vagyok biológus, nagyon sokat tanultam élelmiszeriparon keresztül és a nagyapámon keresztül ismertem meg a gombákat. De most is kijelentem, tényleg nem vagyok szakember. Ez, amit én itt elmondok és elmutogatok nektek, az mind saját magam autodidakta módon tanultam meg. Olvastam a szakirodalmakat, videókat néztem, stb. Szóval nagyon sok, most már 2,5-3 éves termesztés és termelési múltam van, így, és nagyon sikeresen termelek szerencsére. Ezért is mertem elindítani a videósorozatot és átadni az én tudásomat, hogy nektek is könnyebb lehessen az életetek, hogy saját magatoknak tudjátok megtermelni a gombákat. Nos, kezdjük. Én a kis tudatommal ketté osztottam a gombákat, a termeszthető gombákat és a nem termeszthető, vagy pedig nagyon hosszú idő kell hozzá, hogy a termőre forduljon. Ezeket nagyon érdemes egy picikét úgy elraktározni az agyba, hogy melyikek azok a gombák egyáltalán, amelyeket lehet termeszteni. Először is elmondom azt, hogy vannak azok a gombák, amiket abszolút nem lehet termeszteni, vagy lehet termeszteni, csak évek, évtizedek kellenek ahhoz, hogy ezek mikorizás gombák, amik egy szimbiózusban élnek a saját környezetükkel, vagy pedig egy növényel. Mert ugye nem feltétlenül egy fával, hanem egy bokorral, vagy pedig annak az adott környezetében élnek együtt. És mire egy ilyen szimbiózis kialakul, arra eltellik akár több év, vagy évtized. Meg lehet csinálni, de ezt inkább azoknak ajánlom, akinek saját területük van, nem bérlik és nem sajnálják az idejüket és a pénzüket belefektetni abba, hogy természetesen utána megteremjen nekik a nagyon finom például egy szarvasgomba, vargánya, rókagomba, vagy bármi, ami értékes, meg nemes gombákról van szó. De viszont akik csak úgy saját maguknak konyhakertbe szeretnék a gombákat megtermeszteni, és saját részre szeretnének, vagy netalántan esetleg egy kisebb üzletet szeretnének ebből felfejleszteni, azoknak tudom ajánlani a termeszthető gombákat, amiket akár kis tömbökbe lehet termeszteni, ilyen kisebb tömbökbe, nagyobb zsákokba, vagy pedig nagyobb blokkokba lehet termeszteni, vagy esetleg ilyen nagyobb, ilyen zöldséges, rekesz nagyságú tárolókba lehet termeszteni. Szóval itt ennek nagyon nagy a tára, ahol a gombákat lehet termeszteni. Nos, ezeket a mikorizás gombákat eltesszük félre, ezekről nem szeretnénk most beszélni, mert nagyon szép gombák, ízletes gombák, nagy az értékű, főleg egy szarvasgombának itt kint Ausztriában kilója 23.000 euróba kerül, de ővelük nem foglalkozunk most. Lehet szedni őket, lehet szárítani, lehet füstölni, stb. Minden nagyon jó ízt adnak. Foglalkozzunk a termeszthető gombákkal. És hogyan induljunk el a gombatermesztésben? Természetesen először nézzünk meg egy szakirodalmat, vagy nézzünk meg egy ilyen videót, mint például ez. Kellenek alapanyagok, kellenek eszközök, amiket otthon is meg lehet találni. Természetesen vannak olyan eszközök és vannak olyan anyagok, amiket ugye a nagyiparok használnak, vagy a nagytermelők, az őstermelők, akik már régebb óta termelik a gombákat, de viszont akiknek nem áll ez rendelkezésére, azért mutatom el ezeket a kis apró trükköket, dolgokat, akik nem akarnak nagyba termeszteni, hogy otthon megtalálható üvegekből, alkatrészekből
szerszámokkal, szóval minden, ami otthon megtalálható egy háztartásban, vagy pedig egy garázsba, vagy egy pincébe, azokból elkészíthető legyen egy blokk, egy kultúra, egy folyékony kultúra, egy pálcikás kultúra, vagy éppenséggel egy termőzsák, termőblokk. No, ugye a legelején úgy kezdjük, hogy el is mondom inkább a stádiumát ugye a gombáknak. Nagyon sok stádiumban meg lehet venni nagyon sok termelőtől a gombákat, vagy hát a gombakultúrákat és a blokkokat, vagy pedig a zsákokat. Ugye a legelső azok a folyékony, vagy hát a legelső, kezdjük a legelsőnél. Ugye van egy gombánk, abból kinyerhetünk fonalakat, spórákat, és azt tudjuk tenyészteni egy folyékony, vagy pedig pálcikás módszerrel. Én a folyékonyt favorizálom, amiről most jönni is fog majd az információ. Ez az első lépés, hogy kinyerünk gombafonalat és átteszük egy ilyen folyékonyba. Utána a folyékonyból át fog jönni egy kultúrára, amit már kb. Egy héttel ezelőtt csináltam meg. Már megjelentek az apró kis vatta a kinézetű gombafonalakban. És amikor ez a kultúra már teljesen beér, teljesen tiszta fehér lesz, össze lehet rázni és ki lehet adagolni zsákokba. Úgy szintén ő is egy ilyen kultúra, szóval ez a kettő, ez egy és ugyanaz, csak ez egy ilyen nagy 3,5 kilós, ez meg csak egy ilyen párdekás kultúráról van szó. Nos, innentől szokták általában megvenni a kedves vevők és új vagy pedig friss gombatermesztők, ettől a kultúrától indulunk el. Ettől a kultúrától, mert hogyha ezek a fehér kis magok már át vannak szőve, akkor már egy lesterilizált szalma a termőtalajra, vagy magra, fára, bármire lehet. Ugye az attól függ, hogy melyik gombáról beszélünk, ugye többfajta gomba van, és többfajta, szóval gombáknak van egy termőkörnyezetük, ahol ők ki tudnak fejlődni, és ugye ahol meg tudnak termelni. Ez természetesen a természetből jött ez a tudás, hogy láttuk, hogy azok a gombák milyen környezetben vannak, és ugye azt a környezetet kell megteremteni a gombáknak. Ezt a kultúrát, ezt akár föl is lehet rázni, nem probléma, hogyha eltűnik a fehér belőle, szóval a fehér fonalas rész, mert utána ez tovább fog fejlődni. No, általában innen szokták a kistermelők elindítani. Megveszik a termőtalajt, lefertőtlenítik, összekeverik a kultúrával, természetesen nem az egészet, csak egy kis részével, és akkor saját maguknak megcsinálják a zsákokat. Nagy zsák, blokk, bármi. De viszont, hogyha nem akarnak ezzel foglalkozni, akkor van a harmadik stádium, amikor megveszük már a bekultúrázott termőtalajos zsákot. Mindig termőtalajnak fogom mondani, mert ugye valamelyiket ilyen lótrágyás, ugye a csüperkét ilyen lótrágyás, komposztos talajba tesszük bele. A nemes gombákat azokat általában kemény fába, a kemény fás attól függ, hogy milyen van, meg hogy mi a környezete, melyik gombáról van szó. A laskát ugye azt szénába tesszük bele, vagy pedig bármi olyan termőtalajt hozunk létre, ami tényleg az ő környezete, ahol ő tud növekedni és teremni. Nos, ezeket a blokkokat is külön meg lehet venni, szóval a kereskedőknél lehet kapni kultúrát, lehet kapni termőzsákokat, amiket már csak haza kell vinni, be kell állítani, és meg kell adni neki a megfelelő mennyiségű fényt, a megfelelő mennyiségű páratartalmat és a levegőt. Főleg, a kiemelem, a laskáknak nagyon-nagyon sok levegő kell. Nagyon oda kell figyelni, itt mindig utána kell menni. Nálam is lesznek videók fönn, és elejétől a végéig el fogom mondani, hogy mik azok a buktatók, és hogy mi az, amire nagyon figyelni kell a gombatermesztésnél, az adott gombának a termesztésénél. Nos, amikor már megvannak ezek a termőzsákok, ugye általában ezeket már akkor adják át, amikor már át vannak szövődve, amikor már így, hát ennél azért sötétebben néznek ki, mert ez egy kultúra, de viszont amikor már fehérek, szóval már teljesen át van szőve a zsák, akkor adják át. Általában a laskákat szokták így, majdnem mindegyik gombát csinálják, de ugye Magyarországon jobban inkább elterjedt a laska, a champion, a shiitake gomba, ez a japán gomba, ő az, vagy pedig amiről beszéltem a laskáról. Laskának nagyon sok fajtája van, vannak ugye ez a rózsaszínű laska, a citromlaska,
szakát elkezdett, csak ugye vannak egy bizonyos laska fajok, amik nagyon szeretik a meleget, de viszont az a sima, például nálunk a VL80-as van, ez egy magyar név, magyar termelőnek a nevéről jött ez ez a faj, ez például egy olyan 13-16-17 fok bőven elég neki, magas páratartalma, sok fény és természetesen sok levegő, mert hogyha kevés a levegő, akkor nagyon megnyúlik a szára, és egy kicsi kalapja lesz neki, így nem lesz annyira élvezetes a maga a gombának az íze, mert a hosszú szár ugye az ilyen fás szár, és az maximum őrölni lehet, vagy pedig krémleves lehet belőle csinálni. Nos, ugye megvannak a zsákjaink, és a zsák után már csak tényleg termeszteni kell. A legfontosabb dolog, hogy tényleg keresünk egy olyan helyet a gombatermesztéshez, amit nem azt mondom, hogy nem sajnálunk, de nem okoz problémát az, hogyha egy picikét magasabb lesz a páratartalom. Nos, a páratartalom általában olyan 70% és 95% között szokott lenni, ami a gombáknak kell. Természetesen a kínai gombáknak, ugye mivel Ázsiából származnak, ugye ott sokkal nagyobb a páratartalom, sokkal több pára kell. Én ilyenkor mindig szoktam ajánlani, hogyha valaki lakásba vagy pincébe szeretné ezeket termeszteni, hogy vegyen egy sátrat magának, egy belső sátrat. Igen, ez egy új keletű dolog, mert belőle minek sátor, hogyha van teteje mindenek. Igen, de viszont a sátorral meg tudjuk őrizni a házunknak, a lakásunknak, a pincénknek az állagát, mert nem fog átvizesedni. És természetesen így a gombát is meg tudjuk őrizni, mert kintről meg nem nagyon fog bejönni egyszerre a fekete, a zöld penész, a baktériumok, minden, ami kártékony hatással vannak a gombákra. No, hogyha megtaláltuk azt a helyet, ki kell fertőtleníteni. Átócettik, szóval a tetejétől, a talpái sarkától mindenhol ki kell fertőtleníteni. Erre nagyon sok mindent lehet használni, ki lehet meszelni, hipót lehet használni, alkoholt, fertőtlenítő, speciális. Van nagyon sok mindennek, utána kell nézni. Az a fő, hogy bármit, amit a gombával csinálunk, bármilyen eszköz, legyen az üveg, legyen az kis kések, legyen az tapasz, vagy bármi, ami van, minden sterilizáljunk előtte. Most, amiket a videóban elmutogatok, nem minden lesz sterilbe, mert ez csak a videó kedvéért így prezentem, hogy én most fölöltözök és sterilbe állítom magamat, és egy HEPA szűrő előtt állok, akkor nagyon sok minden nem fog lejönni, csak egy ilyen mókus így fog mozogni benn. Azért most az egészet így mutatom el, így sokkal könnyebb. Természetesen, hogyha tiszta a környék, vagy pedig azt mondom, teljesen le van takarítva, le van fertőtlenítve, akár HEPA szűrő nélkül is meg lehet csinálni, de gumikesztyű, meg azért lefertőtlenített eszközök azért kellenek hozzá. No, ennyit előjáróban, és akkor szeretném elkezdeni, hogy elkezdtük ezt a sorozatot, és akkor a következő lépésünk, elkezdjük azt, hogy ugye kétfajtaképpen fogjuk a gombafonalakat és a spórákat kinyerni a gombából, az egyik a folyékony módszerrel, a másik meg a pálcikás. A pálcikásat azt nem tudom megmutatni, mert én nem foglalkozok azzal, a folyékonnyal tudom megmutatni, és a legelső dolgunk az lesz, hogy létrehozunk egy ilyen üveget, amivel majd a fonalat bele tudjuk tenni a saját folyékony környezetébe. De ez a következő rész lesz, és ne felejtsétek el az ilyen jó tartalmakért, és hogyha szeretnék gombát termeszteni, és még sok minden más, akkor kövessetek be és iratkozzatok föl. Köszönöm szépen, hogy ezt meghallgattátok, és tartsatok a Barney's Lifestyle-szal. Sziasztok!